Nagyok és egészségesek a cukorrépák a gyulatanyai fajta kísérleti állomás parcelláin. A szakemberek azt mondják, 800-900 mázsa hozamú lehet a termés, ami európai szinten is jónak számít, itthon pedig a 600 mázsás hektáronként átlakoz képest kiemelkedő a kísérleti növények hozama. 45 fajtával lett beállítva most egy gyulatányan fajta kísérlet a cukorrépával. Az az igazság, hogy most a cukorépágazat, úgy, mint a burgony elég most a körülmények között van. Ugye egyetlen cukorgyár van ugye lent Kaposváron, szeretnénk egy kicsit, hogy felendülni, illetve a környéken Tisza-Vasváréban van, ahol jelentősebb mennyiségű cukorrépa van. Ez az ágazat is régebben szemlapokat látott, mint most. Itthon jelenleg a hazai szükségletek egyharmadát, mintegy 300 ezer tonnányi cukrot állíthatunk elő. Ebből kifolyólag az utóbbi években nem volt szükség a cukoripar fejlesztésére, azonban a növények fajta kísérletei már nagy üzember is megkezdődtek országszerte. Én mindenképpen bízok a cukorrépa úgymond feltámadásába, a cégünk is ebbe bízik, azért folytatunk kiterjedt kísérleteket, közel 13 ezer parcellán az országba. A kvóta ugye eltörléssel kerül 2017. október 1- után. Ez annyit jelent, hogy onnantól fogva mindenki bárki annyit termel, amennyit akar. Természetesen a cukorgyár is erre készül, bizonyos fejlesztéseket hajt végre. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a cukornak az ára fogja befolyásolni, hogy mennyi növekedés várható el a közeljövőbe, de én azt gondolom, hogy növekedni fog a terület Magyarországon is. A magyar cukortermés egyelőre alacsonyabb hozamú és minőségű, mint Európa nyugati területein. Jelenleg a kvóta rendszerrel termés termésmennyiséghez a magyar állam nyújt hektáronként közel 500 eurós segítséget a gazdáknak. Szabolcs már Bereng megyében a megyei önkormányzat élelmiszertermelési programja segítheti az ágazat fellendülését a jövőben. A megyei program van, igaz kifejezetten nem cukorrépára, hanem a megyei élelmiszertermezésre, az élelmiszergazdaság fejlesztésére irányuló program, amelyben természetesen egy szegmens képezhet a cukorrépa és a cukorgyártás. Úgyhogy ennek a támogatását mi előtérbe helyeztük, az egészséges élelmiszerek, illetve valóban azoknak a versenyképes élelmiszereknek a, élelmiszereknek a támogatását, amelyek termesztésének támogatását, amelyek fontosak lehetnek. Bízunk benne, hogy ebben a cukorrépa is majd jelentős szerepet képvisel majd a későbbiekben. Szukorrépát jelenleg 15-20 ezer hektáron termelnek idehaza, a növény felvásárlási ára pedig tonnánként 35 euró körül mozog az állami támogatással együtt.